kérdezhetek valamit? Bárhányan. Rabbi, van élő áldás a cárra? Áldás a cárra. Áld meg Isten a cárt, és tartsd meg őt minél tovább, és minél távolabb. Hát bevallom őszintén, hogy nagyon érzékeny dolognak tartom, és azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk akkor, amikor tulajdonképpen megszületett az, hogy az a döntés, hogy semmifajta direkt aktualizálás, ami tőlem egyébként is távol áll, de egy ilyen helyzetben, amiben most van a világ, és ez az egész palesztin-izraeli konfliktus szörnyű tragédiákat vonz maga után, nem hiszem, hogy ebben a műfajban, amit mi csinálunk, a musical műfajában kell feltétlenül direkt reagálni. Természetesen a történet önmagában hordozza az aktualitást, tehát, de erre azt gondolom, hogy nem kell még pluszban ráerősítenünk. Heged is a háztetőn régóta kacérkodom, és megkérdeztem Horváth Csabát, hogy neki lenne kedve megrendezni a Hegedűst, mert én ebben láttam garanciát, hogyha ő csinálja, akkor biztosan jó előadás lesz, és remélem, hogy az is lesz. Az egy másik dolog, hogy ha te vétő velem szerette volna, ugye indulásból, én meg persze elgyengültem, hiszen soha nem volt szerepálmom, de ha lett volna, akkor most már elmondhatom, hogy kettő lett volna. Az egyik a konferencié, a kabaréból, amit hál' Istennek volt módomban játszani, és ez a tevje. És az, hogy már az összes decemberi előadásra elkeltek a jegyek, az azt hiszem, hogy engem is minket igazol, hogy jól tettük, hogy műsorra tűztük. Én Mótel Kamzolt játszom, ő Anatevkában, ebben a fiktív oroszországi városkában, falucskában a Szabó, rendkívül szegény fiú, és hát szerelmes a szintén szegény, teljes ember reptevjének a lányába, a Cejtőbe. Nagyon izgalmas évet jár be. Láthatjuk, ahogy igazából férfivá érik, és nem akarom lelőni a történetet, de nagyon, nagyon szép, ahogy összekapja magát, nagyon izgalmas, ahogy hirtelen kell neki reagálni a dolgokra. És egy színészileg is izgalmas feladat, mert amellett, hogy a mindenkori koreográfiákban kórusokban énekelek, van egy szólódalom is, amit hát végig ugrálok és pattogok, úgyhogy ez nagyon izgalmas és nehéz feladat volt a próba folyamat alatt, és hát ezt meg kellett ugranom, úgyhogy nagyon, nagyon várom a premiért. Én játszom Tevi a teljes ember feleségét, Goldet az előadásban. Hát ez nyilván az előadás elején egy nagyon jókedélyű, hát már a fejére nőttek a lányok, ugye négy lánya van, mind már olyan korban vannak, hogy férjhez kell adni őket, egy picit a fejére nőttek, de én úgy érzem, hogy jól kezeli ezt a helyzetet, picit a nadrágot is hordja a családban bizonyos helyzetekben, úgyhogy egy ilyen vagány nő, aki a végére azért elfárad, sok minden történik az előadás közben ezzel a nővel is, akár csak a többi karakterrel. Én játszom Tevje második lányát, második legidősebb lányát, Hódolt, aki már nagyon kész van arra, hogy nővé váljon, tombolnak benne a hormonok, és van egy elképzelése, hogy vajon milyen férfit is fog ő találni, és milyen férfi illik hozzá, ami aztán teljesen felfordul. Vigyázz abban, ki az, aki fárad, gyere, gyere.
asszony kiöleli át, és mond, kinek gondja az ima meg a bor, az csak a papa mindenkor. Hát ugye a Horváth Csaba előadásaiban azért mindig vannak kemény fizikai dolgok, ez most sincs másként, nagyon látványos koreográfiák is vannak benne, ének, ugye a 12 tagú zenekarral énekelünk, tehát ez egy igazi nagy produkciónak ígérkezik. Ez volt egy nehéz fázis, de én ezeket azért már átéltem egy párszor, hogy amikor ugye elsősorban itt a mozgással való küszködés volt a nehéz a csapatnak, vagy a csapat egy részének, de mindenki egytől egyig legyőzte azt, amit le kellett győznie, és most már túl vannak a mélypontokon, úgyhogy mindenki simult. Hát a régi stáb, legalábbis ami a jelmeztervezőt illeti Benedek Mari személyében, akivel most már, ha jól tudom, 20 éve dolgozunk együtt, és a két fiatal ember, akikkel a díszletet csináltuk, a Kalászi Zoltán és a Kis Benedek Kristóf, ővelük egyébként szintén már jó pár éve együtt dolgozunk, itt az elmúlt két évben már megismerhette a munkájukat a szombathelyi közönség is. Igyekeztünk is megfogni azokat a képzőművészeti támpontokat, amelyek a rendelkezésünkre állnak, ami ezt a kort is valahogy megidézi, a Chagall festészetét megidézi, tehát igen, tehát az abstrakció azért ott van a vizualitásban, meg egy kicsit a játékban is, de nem volt szándékomban, vagy nem volt célom az, hogy most itt, hogy ne tartsam be azokat a szabályokat, amelyek ennek a műfajnak a velejárói. Nem tudni volna, merre lakhatunk. Minden olyan tiszta, szép, mint a kék. Ugye kiváló zenei munkatársaim voltak ebben a próba folyamatban. Egyrészt ugye a Szavária szimfonikus zenekar játssza élőben ezt az előadást, nagyon komoly minőségen. És két nagyszerű karmester zenei vezető volt a munkatársam, Kis Márton és Máriás Zsolt, kiváló szakemberek, illetve Falusi Anikó, aki tulajdonképpen felkészítette a társulatot, a szólistákat, a kórus műveket betanította, tehát ő egy egészen erőnfeletti munkát végzett, és ő is nagyszerű minőségben, úgyhogy el voltam kényeztetve jobbnál jobb alkotótársakkal. De ez egy olyan lehetőség volt, amit semmiképpen sem akartam kihagyni, mindig is egy álmom volt egy ilyen színpadi zenés darabot vezényelni, operában már többször volt lehetőségem közreműködni, de musicalnek nekem ez az első, és tényleg ez az első olyan projekt is, ahol zenei vezetőként és karmesterként is tudok dolgozni. Ugye a témában az egyik leghíresebb musicalről van szó, ugye az 1970-es években hozták be Európába, előtte már Amerikában volt egy előadása, de viszonylag sokáig nagyon-nagyon tiltott volt Magyarországon, és ugye 6 éven keresztül nem is játszották az első Bessenyei féle előadás után. A műnek a legfontosabb és legismertebb száma ugye a Ha én gazdag lennék, amit szinte mindenki ismer, de azt is, hogy a Hegedűs a háztetőmből van. Viszont utána az egész sztorit és a történetet azt gyakorlatilag annyira közismerten nem mondanám, viszont
az, hogy a zenéje mennyire jellegzetes és mennyire magával ragadó, az már rögtön engem is megfogott az első hallgatások alkalmával. Korábban már találkoztam ezzel a darabbal egy ausztriai előadás során, viszont ez teljesen más volt, mint a mostani előadás. Teljesen más volt a zenekar is, teljesen más volt a maga az elképzelés is, úgyhogy ez tényleg egy egyedi és különleges előadás lesz. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes az egész darabnak a struktúrája, hogy igazából egy család felbomlásáról szól egyszerre, és egyszerre pedig egy nagyobb közösség, egy népcsoport, egy falusi közösségnek a számkivetettségéről, szintén egy felbomlásról, tehát tulajdonképpen itt fölborul a világ, vagy a feje tetejére áll, és ebben a drámai helyzetben az emberség az mennyire fontos dolog, és a egymással való figyelmes bánásmód, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív üzenete ennek az előadásnak, meg egyáltalán a darabnak, hogy kéz a kézben túl lehet élni minden borzalmat. Én mindazoknak ajánlom ezt az előadást, akik szeretnének egy nagyon szép történetet hallani, nagy zenekarral, énekekkel, táncokkal, történettel, koreográfiával. Tehát ebben az előadásban nagyon sok minden van, ami miatt érdemes megnézni sok embernek. Ez nem egy megszokott musical lesz, itt nagyon friss táncok lesznek, nagyon friss képek, koreográfiák és friss újragondolása ennek az egész anyagnak.